Igazán sokakat érintő kérdéskörről tartott részletes beszámolót Font Sándor a hét közepén városunkban, a januárra tervezett adócsökkentésről és a minimálbér emelésről. Az országgyűlési képviselő szerint ugyanis nagyon fontos, hogy az emberek megtudják és megértsék, milyen gazdasági helyzet teszi lehetővé és indokolta, hogy az ország kormánya meglépje az előbb említett intézkedések bevezetését. Elérkeztünk addig, hogy ez az eredmény, amit itt a magyar kétkezű emberek és vállalkozók összeadtak, ennek az eredményét érzékelhetővé lehet tenni. Így történt az egyik része, amely a nyugdíjasoknak szóló nyugdíjemelés várhatóan nagyobb mértéke, mint az eredeti költségvetési tervezetben van, ez szinte már biztos. Így történhetett meg a néhány nappal ezelőtti bejelentés az Erzsébet utalvány 10.000 forintos értékéről a minden nyugdíjashoz való eljutatásával. A legnagyobb hatású eleme a tervezett csomagnak, amely várhatóan a jövő hét folyamán kerül a parlament elé, a minimálbér 15%-os 127.500 forintra való növekedése, és a szakmunkás minimálbér 25%-os 161.000 forintra történő emelése lesz. Ami izgalmas, hogy egy gazdaság van-e olyan erőben, hogy az egyes juttatásokat ne hitelből kelljen fedezni. Ezt nyugodtan állíthatjuk, hogy most ilyen helyzetben van a gazdaság. Szemben, ne értsék félre, tudom, nem 8 évezünk, de valami támpontot mégiscsak kell, hogy mutassak. A 2002-2010-es időszakban, amikor szintén történtek bérkorrekciók és egyéb kiegészítések, egyetlen egy probléma volt a háttérben, hogy ez mind nemzetközi hitel felvételén keresztül valósulhatott meg. Most azonban ez nem így történik, ugyanis Font Sándor elmondta, hogy mindeközben az ország hitelállománya néhány százalékponttal még csökken is.